Jó estét kívánok, mi már beszélgetünk a világ dolgairól, és természetesen, ahogy néztük az előzetest Kulka Jánosról is, csatlakozzanak a beszélgetéshez, elmondom, hogy kikkel folytathatják a következő 40 percben. Itt van Gergely Zsófia, a HVG újságírója, Komlódi Gábor ügyvéd, az Üde Egyesülettől, és Pulai András, a Publikus Intézet kutatási igazgatója. Jó estét, szervusztok! Azzal kezdjük, több a témánk, mint a műsoridő, úgyhogy kapjunk bele gyorsan, hogy Domokos László ugye keményen nekiment a kórházigazgatóknak. Erre válaszul a Magyar Kórház Szövetség bejelentette, hogy rendkívüli ülést tart az ügyben. Ez lesz ma az első témánk. Anarchia, botrány, ez a két szó jutott először eszébe az ÁSZ elnökének, amikor az egészségügyben tapasztaltakról beszélt. A Magyar Időknek azt mondta, volt olyan kórház, amely közbeszerzések nélkül vásárolt rendszeresen, míg mások nem vezettek leltárt a készleteikről, vagyis törvénytelenül jártak el. Miért nem történt egy büntető feljelentés? Még történhet, nem? Akár az ÁSZ elnöke, Domokos László is tehetne feljelentést Kunec Zsombor szerint. Az egészségügyi szakértő ugyanakkor úgy véli, hogy az állami számvevőszék elnökének teljes mértékben igaza van, mert nagy gondok vannak az intézményeknél. Ugyanakkor eleve működésképtelennek tartja a rendszert. Túl általánosnak tartja a jelentést az egészségügyi közgazdász. Répási Balázs szerint ugyanis hiába akarnak, a körülmények miatt nem tudnak megfelelni az előírásoknak az intézmények, és biztosan vannak olyanok is, ahol valóban rossz a vezetés. A szakértő szerint nem kizárt, hogy a kancellária rendszert akarják előkészíteni. Kerestük a kórházszövetséget, hogy ők hogyan értékelik az ÁSZ jelentést, de mindössze annyit közöltek, hogy a szerdai rendkívüli ülésükön fogalmazzák meg álláspontjukat, azután adnak tájékoztatást az ügyben. Na, mindenek előtt mutatjuk az önök álláspontját. Következik a nap kérdése, ami ma úgy hangzik, hogy az állami számvevőszék elnöke is elismerte, hogy botrányos, anarchiára jellemző állapotok uralkodnak az egészségügyben. Önök szerint ki a felelős a kialakult helyzetért? A kormány, mert 8 éve nem tesz semmit a helyzet megoldására, így véli a válaszadók 88%-a. És 12% gondolja úgy, hogy az ágazat szereplőinek kellene vállalnia a felelősséget. Na, valami megmozdult, tehát talán emlékeztek rá, Varga Mihály itt az Egyenes Beszédben mondta először, hogy kancellária rendszer kéne az egészségügyi intézményeknél is, aztán jött az MNB-nek ez a bizonyos 180 pontja, ott is egy külön tétel volt az egészségügyi rendszer, és most az állami számvevőszék elnökének a nyilatkozata. El tudjátok-e képzelni, hogy így indul el a reform? Nem a szokványos módon, hanem fű alatt. Én el tudom képzelni, hogy valami elindul, hogy pontosan mi indul el, azt viszont egyáltalán nem tudom elképzelni. Simán lehet, hogy egy újabb elkelni hadművelet indul el ezzel a felvezetéssel. De kétségtelen, hogy egy olyan, hogy mondjam, kommunikációs szaknyelven priming nevű dolog zajlik, ami egy előkészítése valami másnak. Nem tudjuk még, hogy mi fog következni, de valami biztos, hogy fog. Tehát valaminek előkészítik a terepet, csak nem tudjuk így még, van. Hogy és ugye, amiket elmondtak a miniszterek, meg a ilyen olyan jelentések, meg egyebek, azokban azért valljuk be magunk össze, szóval négyben semmi új nincs. Mert tudtunk persze néhány szavtos részletet, de hát azt azért tudjuk, hogy ezer sebtől vérzik az egészségügy, azt tudjuk, hogy nem írtak ki közbeszerzést alapvető dolgokra, ezt nagyon régóta tudjuk, és még tudnám éveken keresztül sorozni, hogy mit tudjuk, hogy hogyan tudjuk, és mit tudunk el az egészről, és hogy miért van az egész darabokban és szétesve, és miért rombolja a magyar társadalom szövetét már évtizedek óta. Vajon miért mond most? Hát igen, már valami elkezdődik, hogy mi azt szerintem majd meg fogjuk tudni egy-két hónapon belül, vagy lehet, hogy hamarabb. Valami készül, de még nem tudjuk, hogy mi, ezt mondja a Pulai András. Én csatlakozom és egyetértek, főleg azért, mert nagyon a korábbi mechanizmusok szerint működik minden. Tehát azért remélem, hogy senki nem hiszi el, hogy mondjuk Domokos Lászlónak hirtelen kedve szottyan interjút adni pont a Magyar Időknek, és ott hirtelen rohamában így neki megy a kórházaknak. Tehát láthatóan egyébként meg van konstruálva előre az egész. Én egyébként Sofia, bátran... Az állami számvevőszék elnöke egy jaj, tök nem mondjuk ilyen. Igen, persze, nagyon jó felvetés. Annak kellene lennie. El kell olvasni az ÁSZ-ról szóló törvényt. Persze, te meg én olyan, mondjuk, mint a legfőbb ügyész. Igen, mindkettő, ahol pont egyébként a hasonlat itt már egy kicsit kezd hasonlítani akkor a valósághoz. Mind a ketten ezt tanultuk a jogi egyetemen.
tehát pontosan ezt, hogy ez az országgyűlés független pénzügyi ellenőrző szerve, és évek óta nézzük egyébként ezt a kézi vezérlést, ahogy működik. Tehát, hogyha ő ezt így előkészíti a Magyar Időkben egy interjúban, majd arra ugye rögtön láttuk, hogy az EMI megreagál, tehát, hogy a szaktársa azonnal megszólalt, és azt mondják, hogy tájékozódnak és figyelemmel követik a vizsgálatot. Hát merem remélni egyébként, hogy azért nem csak most követik hirtelen figyelemmel ezt, hanem feltűnt nekik a tényleg, ahogy egyébként nem tudok egyébként erre újat mondani, mert hihetetlen, ami zajlik. Tehát pont az ATV forgatott mikor egy pár napja a 32 fokos kórtermekbe. Tehát hogyha tényleg, ahogy gyógyulnia kellene a betegeknek, tehát hogyha az EMMI most kezd tájékozódni, hogy az ÁSZ így felhívta a figyelmét ezekre a problémákra, akkor azt gondolom, hogy elég nagy bajban vagyunk, de nyilván nem, hanem valóban valaminek az előkészítése zajlik, és majd utólag összekötjük a pontokat, hogy minek. Ügyvéd úr? Hát én azt gondolom erről, nagyon érdekes, nem tudom, ennyi kulisszatitkot a műsorral összefüggésben el lehet árulni, hogy mielőtt minket ide meghívnak, ugye van vörös szőnyeg, meg limuzin, meg ilyenek, esetleg a nézők ezt nem tudnák. Nos, tehát azt elmondják, hogy nagyjából mik lesznek a hírek, hogy képben legyünk, és amikor a kolléganő elmondta azt, hogy ma egészségügyel összefüggő hír lesz, akkor éppen azt mondtam nekik a telefonban, mert nem tudom elképzelni azt, hogy mit lehet ebből már bármit is újat mondani, hiszen akárhányszor voltam itt, legalább minden második alkalommal szóba került ez a téma, nyilván nagyon fontos. Amikor letettem ezután a telefont, beléptem egy üzletbe, ahol egy régi ismerősöm üzletvezető azt mesélte el ott helyszínen ma délután, kérdezve tőle, hogy mennyit pihent idén, mennyit nyaralt. Mondta, hogy csak 3 napot, mert a munkatársának a férje meghalt, elesett otthon a lakásba, eltört a lába, a mentő nem volt hajlandó elvinni, 52 éves volt, valamilyen emboliát kapott és meghalt. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy tényleg mindig van egy-egy újabb történet, újabb személyes dolog, és hogyha ezt tovább visszük ezt a gondolatot, és részben értve egyet azzal, amit az előttem elmondottak sugallnak, hogy előkészül valami, én őket, már a kormányzatot nem tartom olyan ostobának, hogy ne venni észre, hogy ennyire nagy a baj az egészségügyben. Az, hogy nem tesz semmit, és egyfajta szándékos lecsupaszítása, tönkretétele folyik az egészségügynek, úgy általában is, és nem csak a kivándorlásról beszélek, hanem meg a szakmai színvonal romlásáról, és az előregedésről, stb. A bérezésről, és még hosszasan meg arról, hogy automatában lehet WC-papírt venni, és hosszasan tudnánk sorolni. Én szerintem nem a kancellrendszer a cél, amit előkészítenek, hiszen azt meg tudnák tenni egy tolvonással. Az egyetemeknél érdekes volt, hiszen ott a kimunkált fejek irányítása az egy fontos dolog volt, nem hogy lenyúlják. Tudnánk, bocsánat, hogy beleszólok, nem tudnánk megtenni, mert korábban is megpróbáltak, és pont a Kórházszövetség feküdt keresztbe, ami most hirtelen rendkívüli ülést hív össze. Világos. Tehát valószínűleg ez pont annak a fajta kórházi szakmai ellenállásnak a letörése, tehát nem tudná olyan annyira simán megcsinálni. Van szakmai, tehát melyik szakmában van még ellenállás? Szerintem semmiben. Az akadémiai szektorban láttunk ilyet. De egyébként tényleg keresztbe feküdtek, tehát ez tény, hogy egyszer már megpróbálták, és azért annyira egyszerűen nem megy. A másik, hogy azért itt hihetetlen érdekszövetségek vannak, azért ezt is tudjuk az egészségügyön belül. Tehát mindegyik igaz, a forráshiány is igaz, tehát hogy nem kap elég pénzt, de az is igaz a másik oldal, hogy ömlik ki egyébként a rendszerből, pontosan a rossz gazdálkodás miatt. Nem kap pénzt, és azt hiszem, nagyon hatékony tanulmány. Ezt miért most ismerik fel? Tehát ugye idáig a teljes tagadás volt. Balogh miniszter többször elmondta, hogy aki az egészségügynek rossz hírét... Kövér László mondta azt a parlamentben, hogy a világ egyik legjobb egészségügyi rendszere. Sőt, hát Nagy Anikó maga az egészségügyi államtitkár azzal debütált, hogy nemzetközi színvonalú nálunk az egészségügy. Itt tartottunk néhány hónappal ezelőttig, és most valami fordult. Valami megmozdult. Szerintem, az állami számvevőszék elnöke azt mondja, hogy... Lementek a választások, azért előtte ennek nem ugrottak neki. Szerintem eddig is tudták, hogy nagyon rossz helyett az egészségügyben, csak a kommunikációs tér nem tette lehetővé, hogy erről ilyesmi nyílt típusú vita folyjon, és most sem nyílt típusú vita folyik szerintem erről, hanem egy ilyen irányított beszélgetés, szerintem nagyjából ezzel mindenki egyetért, és ennek az a célja valószínűleg, nyilván sötétbe tapogatózunk, hogy megijedjenek a kórházi vezetők attól, hogy ők bármikor elmozdíthatóak, és hogyha majd kooperálnak ebben az új helyzetben, és együttműködnek a kormányzattal, akkor a szerencsések túlélhetik, és megtarthatják a pozícióiknak, a kiváltságaiknak és minden egyébüknek egy részét. Úgy, hogy egyébként biztos vagyok benne, hogy a kormányzat tudatosan zűlesztette az egészségügyet, ugye, hogy az oktatás is egyébként. Azért, mert az ő saját választói rétege, aki erre rezonál, az egyszerűen ezt kívánta. Bocsánat, befejezve a gondolatmenetet, ugye, amit az előbb szerettem volna, tehát én azt gondolom, hogy ez nem cél. Független attól, és nem értve egyet azzal, hogy mert bármit, és ma nincsen ma sajnos olyan szakma, amelyik egységesen kiállna saját magáért, és az akármilyen érdekszövetségek is vannak az orvosokra, és akármilyen is tudjuk azt, hogy a professzor egyszer 5 műtőbe is tud műteni azért a paraszolvenceért, ami
egyébként ő kap meg, és ki tudja, hogy ki van aki valóban ott van a maszk mögött, és a kezébe fogja a szikét. Szóval szerintem egy eszköz. A végcél, és ezért a gondolatmenetem, ezért kezdtem úgy, hogy ők nem ostobák. Az, hogy ez tudatosan, egyfelől ez egy választói kívánalom, a saját választói kívánalom, a másik pedig nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy ez egyszerűen egy olyan folyamat, aminek a vége egy olyan típusú privatizáció lesz az egészségügyben, amit azok a személyek, az egyébként most felerősített középosztály, most nevezzük őket így, aki a Fidesznek hosszú távon lehet majd a szavazóbázis, és aki már nem a kádári nosztalgia miatt szavaz rájuk, hanem hosszú távon lehet az ő szavazója, azoknak egy lehetőség arra, hogy megfizessék a minőségi egészségügyet, egyébként meg azokra, bocsánat, én nem akarok csúnyát mondani, azokra meg amúgy sincsen szükség, akik már nem tudják. Ez nem mond ellent annak, amit mi mondunk szerint. Olyannyira ez a kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. Az egészségügy fizetése tétele az elmúlt 8 évben lépésről lépésre világos, zajlott. Én azt mondtam, és nem a cél a kancellárrendszer, hanem az eszköz. Az egy eszköz. Igen, jó, az így jó. Akkor végül szerintem összességében nem mondunk egymásnak ellent, hogyha jól veszem ki. A lényeg, hogy újabb pozíciók épüljenek, és azokat a pozíciókat a lehet, akkor minél centralizáltabban osszák el, és ennek okán a javak elosztása is centralizált legyen, a hűbéresi feudális rendszer épüljön tovább az egészségügyben, mint hogyha egyébként most nem lenne az. Így. És egyébként vannak kórházigazgatók, akiknek van és mitől félniük, tehát ez eufemizmus, tudjuk, hogy vannak, akiknek van, igen, mitől félniük. Azért, Zsófi, mert hogy azt mondja mindenki, hogy trükközés nélkül rég letérdelt volna a rendszer. Ez, és pontosan alulfinanszírozott, nem tudják máshogy működtetni. Erről beszéltünk eddig, hogy ezért is ömlik ki belőle a pénz. Tehát, hogy én most egyébként nem erről beszéltem. Tehát nem arról, hogy próbál megfelelni, és akkor megy ez a fajta trükközés. Hanem arról, hogy tényleg korrupt is a rendszer. Pont ez például a professzor, aki annyi helyen műt, de egyébként rengeteg más példát tudnék mondani. Én újságíróként vérzik a szívem, amikor nem tudok megírni ilyen történeteket. Egyébként valamit végül sikerül, mint mondjuk a Bajcsi kórházat, de mondjuk én is tudok olyan kórházigazgatót, vagy kórházi vezetőt, akkor inkább így fogalmazok, és nem egyet, akinek fel kell újítani a lakását, vagy a házát cserébe megbízásokért. De nem tudom megírni, mert veszélybe sodornék olyan embereket, akik meg ebből élnek. Tehát, hogy rengeteg helyen tehát fogható... a kórházat renováló vállalkozó... Mondjuk úgy, hogy mindenféle kivitelezőknek vannak bizonyos belépők ahhoz, hogy ők kapják meg a megbízásokat. És akkor innentől kezdve már nyilvánvaló lenne, hogy ki súg, meg hol súg, és miért súg, és akkor gyakorlatilag élhetetleníteném el a saját forrásaimat. Tehát, hogy tényleg korrupt a rendszer, és tényleg hihetetlen, nem csak paraszolvencia van. Iszonyatosan sok lyukon ömlik ki az a pénz, és közben látjuk, hogy mondjuk a János kórházban tényleg annyi falfelület van felújítva, ahova éppen ugye Orbán Viktort odafestik. Tőmondat, András. Az, hogy a milliós pénzeket zsebetevő professzor, az csak a jéghegy csúcsa, ugye olyan, akit orvosbároknak hívott egy hölgy egy újságcikkében. Valójában érdemes lenne megnézni, hogy mondjuk például milyen takarítói szerződések vannak egy kórházban, milyen kommunikációs szerződések vannak a kórházban, ezek vajon melyik miniszter vagy melyik államtitkár érdekeltségi körébe tartoznak, és akkor mindjárt felsőlen egy másik alternatív világ, ahol az a néhány milliós paraszolvencia, ami a professzorok zsebébe áramlik, egyébként szerintem indokolatlanul, már hogy nem így kéne ezt a dolgot intézni, az apró pénznek fog tudni ahhoz képest. Na figyelj, Gábor, az az én érzésem, hogy fogunk mi még erről beszélni. Egészség előkerülni. Na, azzal folytatjuk, amit Gergely Zsófia írt meg, hogy Broker Marci után feltűnt egy újabb befektetési guru asszony áldozatokra vadászva. Kihívója akadt Broker Marcsinak. A Kéró Juciként ismert évet B. Judit a HVG információi szerint potyahitellel verte át a külföldön élő magyar ügyfeleit. A nő az érdeklődőknek azt ígérte, hogy 100%-os hitellel, vagyis egyetlen euró önerő nélkül juthatnak ingatlanokhoz spanyol tengerparti városokban, mindössze a közvetítői díjat kell kifizetniük. De olyan káros út is volt, akinek nem csak lakás közvetítést ígért, hanem kölcsön is kért tőle 3500 eurót egy közös cég indítására. Mire az ügyfelek rájöttek, hogy átverhették őket, a nőnek már nyoma sem volt. Egyelőre nem tudni, hány érintett lehet. Kéró Júci ugyanakkor nem ismeretlen a rendőrök előtt. Hát, aki nem. Na, Kéró Júci, ízlelgessük ezt a nevet. Meséld el a sztorit, Zsófi, nem biztos, hogy mindenki olvasta már a cikkedet. Miről szól Kéró Júci története? Nem olyan régen hozták hozzám a témát és a felvetést, hogy interneten szerveződnek olyan károsultak, akiket ugyanaz a
azaz asszony, illetve az ő köre vert át Spanyolországban. És Spanyolországban élő magyarról beszélünk egyébként, aki nagyon régóta ott él. És 100, illetve korábban 113%-os önerő nélküli hiteleket ígért. Elsőre én nem is értettem, hogy lehet 113%, tehát hogy miből van a 13. Még a bank fizet egy kicsit, hogyha igen, felveszed a pénzt. Igen, egyébként tényleg, tehát viccen kívül tényleg, mert Spanyolországban van ilyen konstrukció, hogy még az illetéket adót, tehát amíg köztereket be kell fizetni az ingatlan vásárláson, azt is ők állják. Ez már egyébként nem létezik, de korábban létezett. És nagyon sokan ezt akár egy jobb életreményében, akár azért, hogy befektessék a pénzüket, ezen így kaptak a lehetőségen, de nem igazán jutottak el utána a tényleges hitelfelvételig, előlegben adtak olyan, hát ilyen 1000 euró körüli összegeket, amik viszont már, mivel sok emberről van szó, összességében nem is egy rossz nyereség. Tehát Kéru Juci haszna az ott keletkezett, hogy levette ezeket az embereket egy nagyjából 1000 eurós közvetítői jutalékra. Pontosan. Soha nem kapták meg a hitelt, ami be volt ígérve, nyilván lakás se lett belőle. Nem tudjuk pontosan, hogy hányan kaptak hitelt, de én még olyan, ugye többükkel beszéltem, tehát olyannal, aki 100%-os hitelt kapott, és minden flottul ment, és ahogy ők ígérték, az utolsó tehát hogy hozzák a kulcsot, és beköltözhetsz a spanyol apartmanodba, olyannal egyébként nem találkoztam. Tehát véletlen, nem akik volt. Hitelképesek voltak, azok megkapták volna a Juci nélkül is a hitelt, tehát hogy igazából igen, nem kellett ebbe a folyamatban. Igen, ez is felmerült, ezeknek az embereknek a nagy része valójában nem is volt hitelképes a spanyol bankok konstrukcióinak a szempontjából, de az az igazság, hogy itt tehát, hogy nagyon sokan ugye most arról beszélnek, hogy ezek az emberek mennyire hiszékenyek voltak, hogy ugye ebbe beugrottak. Hát ezzel folytattam tessék, volna. Igen, balekok látom, vagy áldozatok? Igen, balekok. Viszont egyrészt tudom, hogy nézik a műsort, tehát, hogy őket is érdekel, tehát, hogy ma nagyon sok helyen átvették. Nekem a célom egyébként ez volt a figyelemfelhívás. A másik, hogy én azért nem minősítgetném őket, mert nem igazán értjük azt a helyzetet szerintem így innen, ahol itt ülünk egy budapesti stúdióban, amikor tényleg valaki külföldön ott van, nem beszéli a nyelvet, ott jön egy másik magyar, aki azt mondja, hogy majd én beveszlek téged a cégembe, vagy intézek neked lakást, és egyszerűen kap a lehetőségen. Tehát azért mondom, hogy egy kicsit azért legyünk ennél megbocsátóbbak, vagy legalább annyi, hogy ne bíráljunk embereket, mert a kommentelők is ugye ott mindenki nagyon okos volt, és mondta, hogy ő soha nem kerülne ilyen helyzetbe. Nem igazán tudjuk ennek azért a hátterébe így beleélni magunkat. Én se adnám oda a bankkártyámat, mint amit tett meg valaki közülük egy vadidegennek, de úgy tűnik, hogy mégis nagyon sokan erre ráfutottak. Na, uraim, mi a véleményetek? Hát, ugye kétfelé szoktak szórni a vélemények, az egyik, hogy ez az ára a kapzsiságnak. Ki az a hülye, aki bedől annak, hogy 113%-ért majd hozzám vágják a hitelt? A másik pedig az, hogy azért nem tehetnek, vagy nem csak ezek az emberek tehetnek róla, mert kéne legyenek állami ellenőrző rendszerek, amik jól mutatják, hogy ezek nem működnek. Én azt gondolom, ez vezethetett a Questorhoz annak ideje. Tehát csomó ilyen történet. Én nagyon gyakran találkozom ahogy szokták mondani a praxisban, sérteti képviselet kapcsán olyanokkal, akiket így becsapnak. Ugye ezt csalásnak hívják büntetőjogilag klasszikusan. És én mindig azt szoktam, amikor engem megkeresnek, akkor általában már nagy a baj. Tehát nem akkor szoktak engem az emberek megkeresni, amikor még éppen szerződést kéne írni a kölcsönről, és megkérdezik tőlem, hogy szerintem egyébként ez reális-e, hanem akkor, amikor már 10. alkalommal vannak ugyanattól a szemétől becsapva, szégyenérzettől, sokszor a család által feltűzelve, az utolsó filléreket elvesztve és kétségbeesve jönnek el hozzám. És én mindig azt szoktam nekik elmondani, hogy nem szabad ezt szégyelni. Én azoknak az oldalán állok, akik ezeket az embereket nem károsztatják, mert én azt gondolom, a saját tapasztalataim azt mutatják, hogy mindenkit, a legnagyobb arcú embert is be lehet csapni. Mindenkit a maga szintjén csapnak be. Van, akit választási ígérettel csapnak be, van, akit 800 milliós jutalékkal csapnak be, debreceni polgármester okonát, és még hosszasan sorolhatnám, de mindenkit be lehet csapni. Engem is be lehet csapni egyébként. Mindenkit, aki azt gondolja ma tévénézőként vagy kommentelőként, hogy nagyon okos, előbb-utóbb őt is be lehet húzni a csőbe. Mondom még egyszer, mindenkit a maga szintjén. Én nem vagyok abban biztos, hogy a debreceni polgármestert becsapták ezzel a történetet, de ez máshol vezet, azt hiszem. Én máshogy közelíteni meg a témát, mint amit András mondtál,
Én azt gondolom, hogy persze kellenek ellenőrző szervezetek, de azt gondolom, hogy relatív nehéz egy ilyen sztorit ellenőrizni addig, ameddig nem bukon a felszínre. Viszont ami is ennél sokkal jobban kellene, az a pénzügyi oktatás a mindennapokban. És az, hogy készségszinten tudják az emberek megítélni az túl jónak tűnő ötletekről, hogy ezek bizony túl jók, és azért nem szabad belecsapni. Tényleg minden évben előjön egy-egy ilyen botrány, ilyen broker, olyan broker, ilyen questor, olyan akármi. Bauma, emlékeztek. Igen. Tudták, ilyen sztori, amik lényegében mindegyike arra vezethető vissza, hogy az alapvető matematikai képességek és az alapvető közgazdaságtani ismeretek, gyakorlati ismeretek egyszerűen hiányoznak a magyar emberek és a magyar választóknak egy nagyon nagy részében. Tehát a kormányzatnak, vagy ha úgy tetszik az államnak, ilyen típusú felelőssége is van, nem csak az ellenőrző rendszer működtetése, hanem például a pénzügyi oktatás, nevelés. Van egyébként ilyen, tehát pont tegnap témánk volt, hogy az óvodákba a hazafias nevelés az bevezetik, hát lehet, hogy azért az fontosabb. Majd egy büszke magyar azt fogja mondani, hogy dehogy veszek én a spanyol tengerparton, Siófokon veszek. Kéro Jucit, ugye Juci, nem is. Kéro Jucitól meg lehet menekülni egy ilyen, de egy siófoki, vagy egy Balaton környéki csalóval sajnos ilyenkor is még szembe kell nézni, tehát ez legalábbis valamennyire korrácsos ez a történet. Én mindenképp az oktatás pártján vagyok, még akkor is, hogyha ez már 8 éve legalább nem kormányzati prioritás, hogy finom a fogalmazok. Az oktatás egy fontos dolog, bocsánat, és nem, fontos dolog, én ezt nem vitatom, de ez kizárólag azokat és azokat sem minden esetben tudja kiszűrni, hogy amikor konkrétan pénzügyi típusú az a fajta átverés, aminek valaki az áldozatává válik, de a csalás maga, és én csak erről az attitűdről beszéltem, amikor valaki, ugye a jogszabály azt mondja, hogy ha valaki mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, az követi ezt a bűncselekményt. Az, hogy valaki tévedésben van, azért az egy nyilván egyfajta, vagy egy ismerethiány, vagy egy körültekintésnek az elmulasztása, vagy egy hanyagság, én ezt nem akarom elvitatni, de mégis így van, hogy miután a mi ismeretünk nem végtelen, bárkit be lehet csapni, erre nagyon jó hollywoodi filmek vannak tömegével. Azért a bárkit az túlzás szerintem, de eszembe jutott egy kutatás, amit sajnos nem mi csináltunk, Európai Unióban csinálta valaki, és az egész Unióban megcsinálták, és arról szólt, hogy megkérdezték az embereket, hogy gondolják, hogy a bizonyos alapvető közgazdasági ismeretekkel mennyire van a tisztában, és ők elmondták egy 1-5-ös skálán, hogy ők nagyon és hogy kicsit nem nagyon, majd utána ilyen alapvető műveleteket végeztettek el velük, hogy X-nek az Y az hány százaléka, melyik a nagyobb, ami tök triviális, és az emberek, és 5 ilyen művelet volt, és az embereknek valami 10%-ának kevesebbje végezte el hibátlanul mindazok műveletet, és valami 30%-nál több volt, aki mindazokat elmondotta. Téged még sosem csaptak be? Soha az életben nem fordult elő, hogy becsaptak volna? Biztos, hogy engem is becsaptak. Biztos. Pedig okos benne, fiú vagy. Biztos vagyok benne. Most így nyilván hirtelen nem teszem egyetlen egy ilyen történet sem. Mert jó volt a csaló egyébként. De nem, most egyébként eszemültött egy, amikor becsaptak, és utólag vettem észre, és felvezetlen nagyon jó. Mondjuk akkor pár ezer forinton bánta. De én hajlok arra, hogy a Gábornak igaza van. Azt gondolom, hogy bárkit be lehet csapni. Nyilván más módszerek kellenek hozzá, de nem mindegy, hogy más az intellektuális színvonal, de nincs olyan, aki azt mondhatná magáról, hogy kizár dolog, hogy mondjuk, tehát nem mindegy, hogy 1-2 000 forint a tanulópénz, vagy 1-2 000 euró. Igen, és hát valakinek 6 000 eurója, vagy 10 000 eurója bánt. Egyébként az még fontos, hogy én ezzel a hölgyel beszéltem egyébként. Tehát, hogy nekem volt szerencsém vele beszélni. Juci asszonnyal. Igen, és hát akkor még a normális nevén. Nem volt Kéro. Igen, még nem kapta ezt a gúny nevet, de hát valahol egyébként ezeket az embereket meg lehet érteni, mert dühösek. Joga. Szóval, hogy ő megkapta a lehetőséget, hogy a HVG-ben részletesen nyilatkozzon és az egyes kérdésekre válaszoljon, amit egyébként meg is tett. Tehát, hogy nekem akkor ő megpróbálta megmagyarázni, hogy mire mi a magyarázat, például, hogy miért nem látom a cégének a nyomát, és más hasonló kérdéseim voltak. Majd, amikor elküldtem neki, mert ugye ennek ez a módja, a nyilatkozatot egyeztetve, megírva, szerkesztve, akkor arra már egy fenyegetőzés jött, hogy nem jelenhet meg, letiltja az egészet, semmit nem írhatok róla. Tehát ugyanaz a fajta fenyegetőzés, mint amiről egyébként az a káros volt, aki És meg fog jelenni? Minden. Ezek ellenére meg nem, a nyilatkozatot ilyenkor nyilván nem hozhatom le, csak ugye ezzel magát a cikket nem akadályoztam meg. Záró kérdés, Zsófi, hogy egyébként egy intelligens, jól érvelő asszony?
Egy nagyon jól egy nagyon-nagyon jól kommunikáló valaki, viszont az a cikkben is benne van, és ez nem az én minősítésem, hogy a Brucker Marcs is hasonlat azért stimmel, mert egyébként egy egyszerű valakinek írták le a károsultak. És azt mondták, hogy ez szempont is volt, hogy nem valami szupergazdag, befektető, profi bankár jött oda, hanem egy 50-es ugyanolyan nő, mint az áldozatok közül egyébként így többen. Tehát, hogy ezért is bíztak benne, ja, itt van egy másik hazánk fia, aki majd segít nekem. Nem feltétlenül iskolázott, de jó eszű. Nem feltétlenül. Egyébként állítólag nem is beszél olyan jó a spanyolul, tehát, hogy még csak ő sem beszél azon a nyelven, amilyen nyelven a hitel közvetítést ígérte. Na, fussunk tovább gyorsan, mert nagyon fut az időnk. A következő téma az, hogy teltház van a Balatonnál. Aki abban a helyzetben volt, hogy az elmúlt napokban volt lenne a tónál, tapasztalhatta. Keszthelyen annak ellenére is sokan voltak a városi strandon, hogy hétköznap van. Aki csak teheti, a Balaton közelébe megy ezekben a napokban. Azok is maradnak pár napot, akik éppen dolgozni érkeznek a tóhoz. A szakemberek szerint az eddigi adatok arra utalnak, hogy tovább nő a Balatonon eltöltött éjszakák száma. Van, aki azt mesélte, hogy már annyira nem lehet szállást találni, hogy sokan az autójukban alszanak. Hát hozza a Balaton a papírformát, ez az az időszaka az évnek, amikor egy gombostűt sem lehet a tónál lejteni, minden szoba foglalt, az éttermekbe asztalt kell foglalni, és hát kánikulai meleg van, ezt ígérik még a következő napokra is. A vendégeinktől halljuk, hogy nagyon nehéz eljutni a tóhoz, tehát nagyon sok forgalmi dugó van a sok ide látogató miatt. Az adatok szerint egyébként már nem csak a közvetlen parti településeket keresik a pihenni vágyók, hanem egyre népszerűbbek a Balatontól távolabbi kis falvak szálláshelyei is. Nekem van egy ilyen fura kettősség ebben a sztoriban, mert egyrészt évek óta beszélünk róla, és talán idén a leghangosabban, hogy borzasztó drága a Balaton, tehát nehezen engedheti meg magának mondjuk egy négytagú család, hogy ott nyaraljon, 5-600 a lángos, nem, vagy mindjárt beszélünk a szállásárakról, nincsenek már szabadstrandok, és így tovább, és így tovább, versus ez a tömeg, aki most ott nyaral. Mi a megoldás? Tehát nem drága a Balaton, nagyon drága a 320 forintos euró, még mindig olcsóbb a Balaton, mint az Adriára menni. Miről van szó? Egyrészt az Adria is drágul, mert hogy oda is rettentő sokan mennek. Másrészt egy kicsivel jobb lett a magyaroknak az elkölthető jövedelme. Pontosítanék, a magyarok felének lett több az elkölthető jövedelme, a másik felének nem lett jobb, ugyanannyi lett, sőt, ott esetben kevesebb. De hát ugye nyilván ők is vágynak arra, hogy elmenjenek legalább járva. Szabad, ne felejtsük, ide tartozik mai hír, hogy sokan az autójukban éjszakáznak. Tehát leparkolnak a Balaton mellett, és ott alszanak 2-3 éjszakát a kocsiban. Nyilván ez is mondjam, vicces lehet egy-két éjszakán keresztül, azért hosszú távra ezt senkinek sem javaslom, de nyilván kalandos lehet egyszer-kétszer ezt. Hát figyelj, 33 fokban én inkább nevezném szomorúnak, hogy valakik az autójukban. Persze, nyilván. Mondom, egyszerűen az történik, hogy egy kicsikét megszaladt a magyaroknak, és az elkötető jövedelemnek az aránya az növekedett a többi jövedelemhez képest, és kézenfekvő alternatívának tűnik ilyenkor a Balaton. Más vélemény? Az az igazság, hogy amiért most erről beszélünk, az ugye ennek a Balaton Turizmus Szövetségnek ez a dicshimnusza volt, hogy mekkora rekord és hogy mik dőlnek. Ha valaki végigolvasta, meg alaposabban olvasta, akkor azért abban már voltak ilyen árnyalatok, hogy hát ez most a hőség miatt így van, de előtte meg az esőzések idején meg pangtak, tehát hogy egyáltalán nem volt akkora most nagy tömeg. Most az augusztus hozza most be nekik nyilván a egyébként szezont. Nyilván, és hozza is be, tehát ez nagyon jó, meg jó a gazdaságnak. Én inkább azt emelném ki, mert nekem az sokkal érdekesebb volt, hogy meg hát nap híre. Tehát, hogy így figyeltem a hírfolyamot, hogy gyakorlatilag egymás alatt fölött jelent meg ez kettő olyan hírre. Az egyik az volt, mert ugye erről beszéltek, ezt is dicsérték, hogy a végtelenül magas színvonalú vendéglátással magyaráztak. Tehát az, hogy ugye nagyon megugrott a vendéglátás színvonala, és tényleg vannak nagyon jó helyek. Ehhez képest kettő sorral alatta volt az a mai hír, hogy a Nébih bezárt egy olyan büfét, ahol gyakorlatilag még ilyen kádárkorabeli serpenyőkben sütötték kézmosó nélkül. És itt nem akarom tovább gondolni, hogy mivel etették. Láttam meg a fényképeket. Igen, tehát hogy ez közvetlenül a magas színvonalú vendéglátóhelyes megjegyzés alatt volt, illetve az is egy mai hír, hogy nagyon érzik a Balatonnál, úgy tűnik a NERT, mert már vannak olyan ingatlan hirdetések a Klubaliga környékén, akik Mészáros Lőrinccel reklámozzák a telküket. Tehát az, hogy miután ő megvásárolta a Klubaligát, ezért most már a balatonvilágosiak ilyen hirdetésekkel keresnek érdeklődőket, hogy micsoda fejlesztés várható a Balatonon, hiszen ha Lőrinc ismer... Ja, azt hittem, hogy kéznél van a gázszerelő. Nem, egyáltalán.
Nem kell szakembert keresni. Mint befektetőre ácsingóznak, tehát ez nagyon vicces volt, mert ez is egy mai hír, hogy tulajdonképpen már telket árulnak azzal, hogy ha Lőrinc a szomszédban befektet, akkor higgyétek el, hogy itt nagyon fölfele. Ez Hollywoodban, hogy akkor a George Clooney szomszédja lenni. Lényegében igen, tehát hogy a hírfolyamban ma a Balaton nagyon felül volt reprezentálva, de azért így már egy kicsit árnyaltabb, hogyha ezeket hozzáveszünk. Én tegnap jöttem az a Balatonról, egy hétig voltam az északi parton nyaralni, és a személyes tapasztalatom is az volt, hogy valóban nagyon sokan voltak. Hát ennek egyfelől valóban ez az oka, hogy lássunk csodát, meleg van, és az emberek strandra mennek. Fagylaltból is sokkal több fogy, és még egy ilyen hírt, hogy elmondjak, hogy szinte alig keresnek hómunkást. Szóval ezek így ilyenkor egymásból adódnak valószínűleg. Azért azt is látni kell viszont, hogy ennek ez az egyik oka, amit elhangzott, hogy valóban van egy réteg, aki többet tud keresni, azokról és költeni is, azokról nem beszélünk, azokról az emberekről, akik egyébként meg most már tényleg kikötik a vizet otthon, és arra sincs, hogy csap, vagy lefürödjenek, nem hogy a Balatonhoz elmenjenek. Illetve van egy másik oldala szintén ennek az egész történetnek, az pedig az, hogy ez egy nagyon jó propaganda. Ugye most jelent meg Majtinynek a könyve, ez a 1 forint a krumplis lángos. Mm-hmm. Ugye a sztori az arról szól, hogy valakit elvitek a kocsmából, mert azt mondta, hogy 1 forint a krumplis lángos, kit érdekel Kádár János, hogy szalonképes legyen a folytatás. Kicsit ezt érzem, hogy ez a magatartás folyik tovább, hogyha el tudok kicsit menni a Balatonra csak 2 napra is, ha azt hitelből is teszem, azért nézzük meg a hirdetéseket, hogy közben hitelből megy a gyerek a táborba, hitelből veszünk tapsolós lámpát, meg hitelből megyünk nyaralni. Mutatunk közben szállásárakat, mert ha úgy tetszik a nap száma, megnéztük, hogy mennyiért lehet ma elmenni a legismertebb szálláskereső portálra, ütöttük be, hogy mennyiért lehetne augusztus közepén a legkevesebb, na nem ebbe a házikóba hozzáteszem, tehát a házikó illusztráció, 5285 forint éjszakánként, ez egyébként egy 2 ágyas szoba. Ez volt a lehető legolcsóbb. Az osztályozását azt nem mondom nektek, tehát valószínűleg ez egy nagyon, nagyon szerény dolog, itt kezdődik, és akkor még nem ment oda az ember. Egyébként megnéztem azt is, hogy a Pannon Egyetem kollégiumában, tehát ez egy kollégiumi szoba, ott 9605 forint per éjszaka, és az Almádiban van, így van. És a legdrágább, amit találtam, az egy ház Siófokon, igaz, hogy 9 szobás ház, de nem medencés, tehát egy felfújható medence van a kertjében. Szerintetek éjszakánként egy ház, egy önálló ház mennyibe kerül? Mondjatok egy számot. Ez drága? Hát 250 000 forint. Hát én is olyan 100 000-esnek. 224 070 forint éjszakánként. Szerintem nem ez a legdrágább ház. Az éjszakánként legdrágább, te nem találtad meg. Ellenben az interneten nagyon sokan megtalálják, mert térképek készülnek róla, a NER szállodákról. Aha. És ugye ez a sztorinak a másik oldala, hogy addig, ameddig ugye 5000 forintért is el lehet menni, megszállni, gondolom, valamiféle ilyen kis ágyikóba aludva, addig mások felvásárolják maguknak a fél Balatont, és mondjuk Keszthelyen 3 szállodát, ugye ott a Keszthelyi strandról volt az előbb szó, Hévízen 2 szállodát, és nincsen a Balatonnak olyan meghatározó települése, ahol a meghatározó szállodákat és kikötőket és strandokat ne vásárolták volna fel valamiféle NER-hez köthető figurák. Ugyanígy másik kapcsolódó történet, ezekbe a strandokba, amelyek korábban szabad strandok voltak, most már belépődíjat kell fizetni, nem is keveset, és az ottani ételnek az ára az megduplázódott, vagy megtriplázódott az esetben, és például nem lehet bevinni, nem engedik meg az embernek, hogy bevigyenek napernyőt, hanem ott kell bérelni napernyőt, nem engedik meg az embernek, hogy bevigyenek szendvicset, meg vizet, meg üdítőt, hanem ott kell mindent megvenni. Szóval de ez mifelé tart akkor a dolog? Tehát van abban valami ellentmondás, miközben tudom, ez így van, amit elmondtál, de ez a kép, ez azt vetíti előre, hogy az elitnek lesz a nyaralóhelye a Balaton, aki meg tudja fizetni a több 10 000 forintos szállásárat, és a strandbelépőt, és azt is, hogy még ott is külön nap. Hát az alsó középosztálynak talán így pontosítani, de közben meg arról beszélünk, hogy tele van a Balaton. Nincs annyi gazdag ember az országban, mint akik most megtöltik. Egy hétvégén tele van a Balaton. De pontosan ezért vágynak az emberek erre, és indulnak neki akár egy autóval, és
alszanak, akkor inkább a kocsijukba. Tehát, hogyha valaki lement tényleg a strandra, akkor látja, hogy tényleg mind a Tetrisbe, tehát, hogy így egy törölköző, egy hűtőtáska, tehát, hogy körülbelül így tényleg így ülnek okay, az emberek egymás mellett. Oké, csak beszélgetünk, hogy a kiváltságosok élet lesz a Balaton. Nem, szerintem mind a két véglet nyilvánvalóan jelen van, mert én is nem olyan régen jártam a Balatonon, és láttam, hogy tényleg, tehát, hogy egyrészt mindent el lehet adni, tehát valami egészen elképesztő árak vannak, a másik pedig, hogy tényleg ott vannak azok, akik nem is vásárolnak, hanem ülnek a kis hűtőtáskájukkal, és ott van a vitorlázó kikapcsolódó elit is a leggazdagabb szállodákban. Tehát azért nyilván mindenki vágyik erre, tehát ez egy trend lett. Azt majd meglátjuk, hogy igen, tehát hogy egyébként, bocsánat, pont ezt akartam az előbb, hogy azt viszont nem látjuk, hogy miből vannak ott, mert van egy réteg, aki többet költ, de egyébként, vagy több lehetősége van költeni, de egyébként az árak amúgy is meg Budapesten, vagy ahol él, az életvitelét fent, vagy színvonalát fenntartsa, azok is emelkednek. És pont ezt mondtam az előbb, hogy eljutottunk oda, hogy ahhoz, hogy legyen egy kis örömforrása, ahhoz még azt az áldozatot is hajlandó felvállalni, hogy akár hitelt vesz föl magas kamatozásot, hogy elvihesse a családját, és elmondhassa, hogy én nem voltam a Balaton, és én ezt tartom a legszörnyűbbnek ebben az egész történetben, hogy amíg egyik oldalon egyre elittebbé válik a Balaton, kiváltságosoké lesz a hely, egyre drágább, értelemszerűen, ahogy a Nyulak szigetére vágytak annak idején az emberek, szeretnének kicsit oda menni, kicsit oda tartozni, hogy elfelejtsék az egész. És aztán persze egy ördögi körbe, egy mókuskerékbe visszarak aki azt a hitelt törlesztést utána. Igen, hát az milyen egy világ, ahol azért dolgozik egész évben, hogy felvegyen egy hitelt, amiből elviszi egy hosszú étvégére a családot. Tehát ez nem normális, azért lássuk be. Sőt, tovább megyek, és akkor ezzel visszakapcsolódok a legelső témánkhoz, hogy olyan triviális ügyekben vesznek fel hitelt az embereket a nyaraláson túl, mint az egészségügyi szolgáltatásoknak az igénybevétele. Mert ugye ezek a cégek, akik ilyen gyors kölcsönöket szolgáltatnak, nem igazán szokták reklámozni, de most már azt a második vagy a harmadik benfentes információ, második vagy a harmadik leggyakoribb hitelfelvételi ok az, hogy a magánegészségügyi szolgáltatáshoz hozzáférnek az emberek, mert egyébként az állami egészségügyi szolgáltatásoknak a színvonala annyira rossz. Zárója bezárva. És ezek futnak is most, mert ha megnézzünk, bármilyen oldal tele van a bannerekkel, tényleg ezek a szabad felhasználású gyorsitelekkel van most tele, ilyen hirdetésekkel gyakorlatilag minden. Tehát nyilván az emberek szeretnének, ha csak két napra, csak autóban, tehát valahol ez is teljesen érthető. Na, akkor mondok még egy szempontot, vagy még egy témát, amire érdemes lehet hitelt fölvenni, ez most csak a budapestieknek szól, a 4-es metró. Ugyanis a 4-es metró folyamatosan drágul, a számlát végül vélhetően majd a városlakóknak kell kifizetni. Már 4 éve átadták, de még mindig drágulhat a 4-es metró. A kivitelezőkkel folytatott pereskedésnek ugyanis még nincs vége. A levegőben lóg többek között az alagútfúró BAMKO körülbelül 50 millió eurónyi követelése. A 4-es metró összköltségvetését 2012 végén még 452,5 milliárd forintban állapították meg, és ebből a keretösszegből 67,5 milliárd forintot különítettek el a vállalkozókkal folytatott vitákra. Ebből 2016 tavaszáig összesen mintegy 21 milliárd forintot használtak fel részben perek, részben a kormány jóváhagyásával kötött megállapodások eredményeként. Akkor azzal kalkuláltak, hogy a vita rendezésre elkülönített keret valószínűleg még csökkenni is fog az eljárások lezárását követően. Na, ne is azzal kezdjük, hogy próbáljuk megérteni, hogy mitől drágul, mert borzasztóan bonyolult. Tehát akkor sose érünk a végére, ugye mindenféle kötbérek vannak, meg ki nem fizetett pénzek, perelnek a vállalkozók, a főváros azt mondja, hogy nem fizet, hosszú történet, több 10 milliárd forintról van szó. De pusztán az a tény, hogy 2014 óta még mindig emelkedik, vagy emelkedhet ennek a beruházásnak a költségvetése, bőven elég ahhoz, hogy az emberek hideglelést kapjanak egy paksi bővítés, egy olimpiai terv, vagy bármilyen kormányzati mega beruházás ötletétől, mert nem látni, hogy hol a vége. Évekkel később kiderülhet, hogy ja, barátaim, még néhány 10 milliárddal többe kerül. Puskás stadion, ugye? Vagy 40 milliárddal indult, és 2-20 száll. Csak az úszó ebből. Ugye 30 millió lett, 130 millió lett az ára. Ehhez milliárd? Képest, milliárd. Millió. Bocsánat, milliárd. Boldogok lennék. Ehhez képest a 4-es metró kimondottan szerény. Tehát, hogy ez az úszó EB az egy körülbelül egyharmad, egynegyed 4-es metró árából készült el. Hogyha egynegyedével vagy egyharmadával meghosszabbítottuk volna 4-es metrót az úszó EB helyett, akkor én
ezzel nagyon boldogan kiegyeztem volna. Teszem hozzá, a kormányzat mostanában ezt a problémát úgy oldja meg, ezt a, hogy fölmennek az árak, hogy erről magasról indít. Tehát most már az új autópálya építéseknek az egységnyi díja az ilyen 5-6-7 milliárd forintról kezdődik, ami egyébként korábban már a 2-3 is kiverte a biztosíték, és azt mondta, hogy hát azért 1 milliárdból még meg lehet valójában. Ennél van egy jobb módszer, a titkosítás, lásd, kormányzati biznisz jet beszerzése, hát és attól kezdve tök mindegy, nem rátok. Sőt, ott még azt sem tudjuk, hogy milyen nagyságrendről beszélünk, egyébként 100 milliárdos nagyságrendről beszélünk valószínűleg ezen bizniszetek kapcsán, de hát igen, nemzetbiztonsági okokból lehet titkosítani lényegében bármit most már. Mondjuk itt is elhajtották, tehát ezt a 24 írta meg, és a 24.hu újságírójának gyakorlatilag se a választott bíróság, se a BKV, tehát hogy egyszerűen nem kapott érdemi válaszokat arra. És ami még különösen nekem legalábbis feltűnő volt, hogy az indoklás, hogy ez miért kell. Tehát, hogy azért kell pereskedni, és ugye a pereskedés közben egyre és folyamatosan jönnek a költségek, az ügyvéd, a szakértő, meg egyáltalán a kamat, mert közben ez az egész követelésrendszer még kamatozik is, mert ők a közpénzre vigyáznak. Tehát, hogy azzal indokolják, hogy mondjuk egy perenkívüli egyességet nem kötnek, mert nekik annyira kell vigyázni a közpénzre, tehát, hogy a BKV képes volt ezzel indokolni, hol majd ott lehet. Majd aztán elveszítik a pert. Igen, és sokkal-sokkal többbe fog egyébként kerülni. Tehát ez ebből a cikkből egyébként világosan lejött, hogy egyáltalán nem jó megoldás ez, hogy vég nélkül tulajdonképpen pereskednek, mert a végén tényleg egyébként mi fogjuk kifizetni ennek az árát, ki tudja, hogy hányban és hogy mennyit. Tudjátok, az jutott eszembe, lehet, hogy rossz a példa, de a devizahitelek. Ott az volt az egyik legkomolyabb érv, hogy miért volt tisztességtelen a bankoktól ugye a devizahitelek kiajánlása, hogy nem volt tervezhető a költség. Tehát én, amikor felvettem a hitelt, nem láttam pontosan, hogy mi lesz a vége. Nem ugyanez történik? Csak itt mi vagyunk mindannyian a hitelfelvevők. Jó az analogia, az állam készít elő egy olyan konstrukciót, amiben nem látjuk, hogy hol a vége, és mennyi lesz a számla, amit majd a végén ki kell fizessünk. Ez a jó hír az egészben, hogy pontosan amit az előbb mondtál, hogy ezt legalább cserébe megakadályozza, hogy az emberek szeressenek paksot bővíteni, meg más hasonló beruházásokat támogatni szavazataikkal, de egy picit visszatérve még erre az indokolásra, és én nem szeretnék itt különösen nem se BKV-t, se fővárosi jelenlegi vezetést védeni, de azért abban sajnos van igazságuk, hogyha egy közpénzekkel gazdálkodó gazdasági társaság vagy egy fővárosi intézmény vitat egy igényt, egy kifizetést, és ezt ő nem tartja indokoltnak, akkor a jogi út az egyetlen olyan megoldás egy vezetőtől, amivel elkerülheti a hűtlen kezelésnek a vágyát később. Mert az, hogy egy bírósági eljárás végén, ne a jogvita végén a független pártatlan bíróság úgy dönt, hogy nem neki volt igaza, ő végigjárta a jogi utat, sajnos nem neki lett igaza, jogkövető állampolgárként, jogkövető tisztségviselőként vagy vállalatvezetőként fejet hajt a bíróság döntése előtt, és kifizeti a perköltséget. De ez még önmagában, mint jogi út, nem jelenti azt, hogy hibás a jár el. Sőt, ez a rossz hírem, ha nekem kéne tanácsot adnom ügyvédként, én ezt a tanácsot adnám neki. Okos ügyvéd, Komlódi Gábor valószínűleg ezt mondaná az ügyfeleinek, hogy barátom, be kell perelned, mert ezzel levéded a hátad. Így. De nem voltak ezek az egész eljárások rosszul előkészítve akkor, amikor ennek tucatjával peres eljárásokhoz vezetnek, és az a vége? Ezt nem tudjuk, viszont... Azért miért nem üti meg valaki a bokáját? Viszont azt tudjuk, hogy vannak olyan politikai szereplők, akinek érdeke, hogy a 4-es metró úgy minél tovább húzódjon, és érdeke, hogy az előző városvezetést azt minél tovább lehessen politikailag ütni és ócsárolni. Igen, ez fontos, tehát az egész az még a Demszki érában indult, 2014-ben már Tarlós adta át az első szakasz. Így van, és én azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen aspektusa is, hogy az üzenet van eljutatva, hogy ha lehet, akkor ezt a sztorit húzzátok kicsikét, mint a rétes tésztát, még hogyha 200.000 forintról pereskedünk egy 500 milliárdos beruházás kapcsán, akkor is nem baj, hogyha még 5 éve múlva, 10 év múlva is arról szólnak a hírek, hogy azok a csávok ott mennyire korruptak voltak, és addig sem arról beszélnek, hogy mi éppen mit talicskázunk ki honnét. Na, köszönöm szépen, mára ennyi, és tulajdonképpen keretes szerkezet, mert a műsort mi azzal kezdtük, amivel most folytatni fogjuk, vagy amivel adom át a szót Krug Emiliának, nevezetesen Kulka János. Sietni fogunk haza, hogy ezt a beszélgetést lássuk, erről mind a négyen
beszéltünk. Igen, és hát nyilván én is ezzel kezdtem volna, szia, köszöntöm a nézőket, hogy nagyon sok vendéget vár az ember ide minden este, de amikor megadatik a lehetőség, hogy Kúka Jánossal beszélgessen, annak kifejezetten mindenki örül, így én is nagyon hálás vagyok neki, hogy a sztrókja után 2,5 évvel ez az első élő beszélgetés, amit elvállalt, úgyhogy ő érkezik majd az Egyenes beszédben 7:30 után nem sokkal, nem egyedül, Varga Saroltával, az ő klinikai logopédusával, aki nagyon sokat segít neki ebben a gyógyulási folyamatban, amiben van, és nyilván azért is jönnek, hogy ne csak Kúka János betegségéről, hanem egy olyan betegségről beszéljünk, ami 40-50 ezer embert érinthet évente, mert hogy ennyien kapnak sztrókot, és az a beszéd probléma, beszédzavar, ami neki van, ez nagyon sok embernél komoly probléma, és ő ezt felvállalja, és elmondja, hogy mit tud tenni ő saját magáért, és a betegtársaiért, tehát Kúka Jánossal fogunk majd beszélgetni. Akik pedig előtte érkeznek, hát egy főszerkesztő, meg egy főszerkesztő helyettes érkezik majd Horváth Gábor, illetve Pető Péter, és többek között azt fogom tőlük kérdezni, hogy mit szólnak ahhoz, hogy influencernek, vloggernek áll Vona Gábor, mert hogy bejelentette, hogy egy vlogot indít. Szerintem ide kapcsolódik, hogy Török Gábor politológus szerint Vona Gábor már nem Orbán Viktor kihívójának készül, hanem az Orbán Viktor utáni időkre készül, szintúgy ezt teheti Lázár János, és nem állom meg, hogy Pető Péternek majd ne idézzem, mint foci szakértő újságírónak azt, amit az Origónak mondott a Turul vezérigazgatója, hogy annyira high-tech módon készülnek a Turul mezek, hogy fejkamerával rögzítik a varrónők a varrás minden pillanatát, és így a megrendelőknek friss információkat adnak. Erről fogunk velük beszélgetni, aztán Kunhalmi Ágnes is érkezik, mert hogy Nyíradonyban volt ma az MSZP, és korábban is figyelemmel kísérték annak a több mint 20 családnak a sorsát, akiknél most a hőségriadó kellős közepén elzárták a vizet. A vízügy szerint teljesen szabályosan, Gurmai Zita szerint teljesen szabálytalanul, de nyilván arról is kérdezem majd, hogy ez egy ilyen vízelzárás előtt nyilván 100 000-es tételek halmozódnak fel adósságként, és valahol itt kellene ezeket a folyamatokat megállítani, meg érdemben cselekedni. És a kontrában pedig majd Karácsony Gergely érkezik. Szerintem vele onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Úgy fogalmazott, hogy hősi halott nem leszek még egyszer. Nyilván a főpolgármester választással kapcsolatos kérdésre válaszolt így korábban a kontrában. Meglátjuk, hogy eldöntötte, hogy akkor mi lesz, illetve hogy mi kellene ahhoz, hogy vállaljon egy ilyen megmérettetés, ez tehát a kínálat. Köszönöm szépen. Gergely Zsófia, Komlódi Gábor, Pulai András és Simon András most elbúcsúzik önöktől, hogy Kulkára hazaérjen. Minden jót, viszontlátásra!